Önök az Emplén televízió híradóját látják március 2-án. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinket kezdünk. Kezdődnek a sátoraljaújhelyi járdák felújításai. 3 év alatt 30 milliót költenek rájuk. 200 éve született a költő fejedelem. 12 órás Arany János vers felolvasás Sárospatakon. Vízesednek a falak, felújításra szorul a majd 230 éves végadói templom. Egy utca teljesen, továbbá 4 utca járdájának helyreállítása kezdődik meg a napokban Sátoraljaújhelyen. A színház közfejlesztése az önkormányzat út alapjából, a gyalogutak rekonstrukciója az elmúlt évben bejelentett 3 éven át tartó 30 millió forintot felölelő nagy járdafelújítási program keretében valósul meg. Valamennyi esetben azon járólapok felhasználásával valósulnak meg a beruházások, amelyeket a város ellátó szervezet gyárt a közfoglalkoztatási program keretében. A színház köz egészében megújul idén, az út, járda és parkoló helyreállításokat is magában foglaló beruházást az önkormányzat a 15 millió forintos út alapjának terhére valósítja meg. Régi probléma oldódik meg a helyreállítással, hiszen az utca nagy átmenő forgalommal bír, 2 egyirányú utcát köt össze, állapota pedig már nem kielégítő. Nem mellesleg a városkép szempontjából is meghatározó lesz a fejlesztés. Az út az ugyanilyen aszfaltborítást fog kapni, mint ahogy most is van. A parkoló és a járda azonban az általunk legyártott térkővel lesz leburkolva. Egy közbeszerzési eljáráson nyert el a kivitelező magát a munkát, de eleve úgy is írtuk ki, hogy a járda és a parkoló részekhez kapcsolódó térkövet azt a város fogja rendelkezésükre bocsájtani. Ami érdekesség lesz a korábbi járda felújításokkal szemben, hogy az is számolni kell, a téli időszakban akár merre járhatnak az autók, ugye ahol sózzák az utakat, és a beton az pont nem nagyon szereti ezt a sózott hólevet, ami az autókról így is úgy is lecsöpög. Éppen ezért azokat a térköveket, vagy azokat a tereprészeket, ahol autóforgalom lesz a parkolókba, és térkővel burkoljuk, az úgynevezett szulfátálló cementtel fogják készíteni a kollégák, ez ellen fog állni a sózásnak. Az utcában található tűzivíztározó elbontására ugyan nincs lehetőség, de a város zöld felület növeléssel szeretné optikailag szebbé varázsolni, hogy illeszkedjen a megújult utcaképbe. A színház köz mellett több utca járdájának rekonstrukciójára is sor kerül. Jelesül a Kazinczy utca temetővel szemközti szakasza, mely állapota miatt balesetveszélyes, továbbá a jelenek Miklósi utca járdája, valamint a Mikszáth Kálmán utcában a páratlan oldalon is helyreállítják a gyalogutat járólapokkal. Ezeket vállalkozói alapon végeztetjük el, és amikor ez elkészül, sőt, inkább azt mondanám, ezzel párhuzamosan a városellátó szervezet is elkezdi majd a járda felújítási, járda javítási munkálatait is. Szeretnénk kihasználni azt, hogy viszonylag hamar sikerült ezeket a programokat előkészíteni, és legtöbb helyen a városellátó által gyártott járólapok kerülnek majd kihelyezésre, tehát mindenhol ott lesz a város, illetve a város szervezetének a munkája, a munkájának a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek fogunk örömet okozni, és azt hiszem, hogy ez az embereknek a hangulatát is nagyban befolyásolni fogja. A járdák helyreállítása az elmúlt évben bejelentett nagy járdafelújítási program keretében valósul meg. A munkaterületek átadása valamennyi érintett utca esetében megtörténtek, és napokon belül kezdődnek az előkészítő munkálatok. 200 éve született Arany János, a költő fejedelem, meg annyi kötelező olvasmány szerzője. Sárospatakon úgy tisztelegtek előtte, hogy 12 órás versfelolvasó nap vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. A szerző célja az volt, hogy közelebb hozzák az irodalmat és az olvasást a gyermekekhez, ezúttal nyílt programként fogadják a színes iskolába a város lakóit.
több száz gyerek és felnőtt mondta közösen Arany János Toldiának előszavát ma reggel a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Március 2-a ugyanis a költő fejedelemnek is nevezett Arany János születésének napja. Gyerekek ebben a kicsit rohanó, zaklatott világba közelebb kerüljenek a versekhez, a versek szeretetéhez, akár olyan szervezett formában, mint most ez a mai nap. A fő cél pedig teljesülni látszott, hiszen az aulában kiállítás várta a gyerekeket és a vendégeket, míg előzetesen napok óta a tanórákon is rendre arany lett a téma. Héd is azt mesélte lelkesen stábunknak, hogy számos élményt szerzett a költővel kapcsolatban. Hatodikos vagyok, és ugyebár ebben az évben rengeteget tanultunk Arany Jánosról, főleg az életrajzát, sőt a dolgozatok is azok főleg pályázatokhoz kapcsolódtak, mert meghirdettek egy olyan pályázatot, hogy levelet kell írni Arany Jánosnak, szóval ilyen olyan levelet, mintha még élne, de igazából él itt a szívünkben. Na mindegy, és akkor a dolgozat, a fogalmazás, akkor egy levelet kellett írnunk, tanultunk rengeteg verset tőlük, például a főművét, a Toldit, tanultunk Petőfi barátságáról, sőt nekem a kedvenc versemet is, amit ő írt, a Velszibárdokat is tanultunk, nagyon szeretek verset olvasni, Arany Jánostól is nagyon, sőt írni is már megpróbáltam néhányszor, nem lettek olyan jók, de... Azért nem kell csüggedni a Hédinek, még van ideje a versek megírására. Arany János 65 évig élt, irodalmi munkássága mellett emberi értékei és példamutatóak, mondja a tanárnő. Igaz, hogy talán sokan Petőfit gondoljuk annak, de ugye ő a nagyon fiatal, rövid élete alatt valóban nagyon értékes dolgokat alkotott, de Arany János a maga 65 évében a szerénységével, a kötelesség tudatával, a pontosságával, a másokhoz való odafigyeléssel, most elsősorban a tanárként tevékenykedő munkáját emelném ki Nagykőrösön, hogy hogyan, milyen a lelkiismeretesen foglalkozott azokkal a tanulókkal, akik rá voltak bízva, és ugye érdekességképpen éppen az ő tanársága alatt vezették be az érettségit, és ő erre tankönyvek hiányában is nagyon felkészítette a tanítványait, hiszen ő maga írta a tankönyveket, és természetesen olyan szemelvényeket vett bele, amit ő maga költőként is nagyon értékesnek tartott. A verspalolvasás a Rákócziban külön teremben zajlott, mindenki 3-3 percet kapott az előzetes beosztás alapján. A jelentkezések szerint ma mintegy 400-an olvasnak majd Arany Jánost a Pataki iskolában, az iskolában még adásunk idején is tart a versek olvasása. Lassan 230 éve szolgálja a híveket a végadói kültemplom. Az évszázadok során többször is renoválták, legutóbb 17 évvel ezelőtt volt jelentősebb állagmegóvás. Az eltelt időszakban is végeztek kisebb munkákat, most pedig újra nagyobb léptékű beavatkozásra van szükség. Ahogy Melles Tivadar parókus elmondta, a falak külső és belső vizesedése nem csak az egyedülálló freskót veszélyezteti, az épület szerkezetét is károsítja. Ameddig most körbe van állványozva, biztosan elkészül a végadói görögkatolikus templom külső homlokzatának felújítása. A fennmaradó részre egyelőre még nincs pénze az egyházközségnek. Az 1790-re felépült kültemplom a hosszú évszázadok során több kisebb-nagyobb felújításon esett át. Mostanra a legnagyobb gondot az épület vizesedése, ebből adódóan a penészes területek előfordulása okozza, mondja Melles Tivadar. A 25 éve végigadón szolgáló parókus azt mesélte, hogy értsük a maikor problémáját, tudni kell a 19. századi eseményeket is. Komolyabb nehézség a templomunknak az a bizonyos statikai megroppanása okozta. Tehát az 1892-es földrengés miatt a pillére, templom pilléreik elkezdtek kifeledőlni, és így ez a boltozat szakad befele. És ez a baj, ez egy olyan nehézséget okozott, hogy a később elkészült festményeket, az 1948-49-ben elkészült festményeket is tönkretette ez a boltozatnak a szakadása. A fal megóvása, a pillérek rögzítése még 2000-ben megtörtént minisztériumi és a helyi közösség támogatásával. Azóta is stabil a szerkezet. Az egyre csak jelentkező vizesedéssel viszont mindig meggyűlik a bajuk. Miután nemrég elvégezték a próba feltárásokat,
kiderült, úgynevezett lélegző vakolat felhordására és egyéb technológia alkalmazására lesz szükség ahhoz, hogy jó pár évre megúvják a templomot és a gyönyörű belsejét. Most nagyjából a fél templom felújítására van forrásuk. Mivel az északi homlokzat nagyon leromlott a szentély kör homlokzatával együtt, és ott sajnos repedések is megjelentek. Nos, hát ezért ennyi pénzünk van, tehát az arra van lehetőségünk, hogy az északi falat és a szentély falát megcsináltassuk. De nagyon szükséges lenne, ha végig tudnánk jönni, tehát a déli falrészt is egy ütembe vagy másfél ütembe el tudnánk végeztetni, mert akkor ugye egy egységes színvilág, műszaki megoldás adódna. A végadói templom állagmegóvása azért is pontos, mert ritka örökséget őriznek ott. Ezt a püspökség és a műemlékvédelem is figyelemmel kíséri. 200 négyzetméteren, nagyjából egybefüggő felületen már csak itt látható Petrasovszky Emánuel sátoraljaújhelyi születésű festő alkotása, a legtöbb helyen ugyanis az évek alatt különböző okoknál fogva elkoptak vagy megsemmisültek a freskói. A Herman Otto Múzeum egy vasárnap délután felöltöztem nagy cifrán címet viselő néprajzi tárlathoz kötődően. A múzeum Álmodj és tervez címmel divattervező pályázatot hirdetett 2016. novemberében a felső tagozatos és középiskolás diákok részére. A pályázaton elindultak a Kazinczy Általános Iskola német nemzetiségi tagozatos diákjai is. Schilling Dalma öltözett kiegészítő kategóriában második helyezett lett, elismerést kapott Szűcs Vince. A tervezői pályázat zsűri tagjai között neves divattervező néprajzosok voltak, akik elismerően szóltak a gyerekek kreativitásáról. Hogyan viselhetjük most a régi népi motívumokat? A gyerekek véleményére volt kíváncsi a Herman Otto Múzeum, amikor az egy vasárnap felöltöztem nagy cifrán címet viselő néprajzi tárlatához divattervező pályázatot hirdetett. A versenyre benevezett a Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. osztályos kisdiákjai is. Az általános iskolások között Schilling Dalma második helyezett lett. Az ifjú divattervező egy kiegészítőt, cipőt tervezett. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen fekete cipő, és ilyen színes motivumok találhatók rajta. A 67 pályamunka készítői oklevelet vehettek át a Miskolci Herman Otto Múzeum kiállításának megnyitóján, köztük Szűcs Vince, aki egy báli ruhát tervezett népies motivumokkal. Amikor már vége lett ennek a diátadónak, odajött hozzám egy öreg néni, és azt mondta ugyanezt, amit te mondtál, hogy a híres divattervezők azok mind férfiak. És te mit terveztél pontosan? Egy milyen ruhát terveztél át akkor ezek szerint? Hát egy báli ruhát terveztem, ami ilyen fekete és piros hímzések vannak rajta. Nem ez az egyetlen verseny, ahol sikeresen szerepelnek a Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói. A kreatív feladatok mellett tanulmányi versenyeken nyelvtudást és országismeretet követelő, számukra kiírt vetélkedőkön is részt vesznek. Legutóbb egy országos pályázatra neveztek be. Országismereti kvíz volt feladatsor, amit meg kellett oldani internet segítségével, tehát használhatták az internetet is, ebben nagyon ügyesek a gyerekek, és Ausztriáról, Németországról és Svájcról voltak különböző kérdések, és ez hát időre is ment, ezt időre meg kellett oldani és be kellett küldeni, és ebben nyert, tehát sikeresen megoldotta Szűcs Vince a feladatot, és tovább sajnos nem jutott, mivel az idő gondolom az számított, de ügyes volt, és ezért kapott különböző nyereményt, egy oklevelet és a Csodák palotájába egy bónusz belépőt. Legközelebb áprilisban vesznek részt versenyen a 6. tanulók. Az iskola többi diákjával együtt német nyelvi szavaló versenyt szerveznek majd. A hagyományos irodalmi vetélkedőre Herczegkútról és Rátkáról is érkeznek majd gyerekek. Táska és tyúktolvajlás miatt indított eljárást a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság.
Előbbi eset új helyben, utóbbi Bodrog közben történt. Mindkét esetben eredményes nyomozást folytattak a rendőrök, hiszen rövid időn belül felderítették az elkövetők személyét. Eredményes nyomozást folytattak a rendőrök Bodrog közben, vagyonelleni bűncselekményben indított eljárást a hatóság, a cigándi rendőrőrs beosztottai tyúklopás miatt folytattak vizsgálatot. 10 darab tyúkot tulajdonítottak el egy bodrogközi községben egy idős személytől, majd ennek kapcsán a forronyomós intézkedések eredményeként a következő napon behatároltuk a 3 darab elkövetőt, meg nem megtartott házkutatások során 5 darab már készre pucolt tyúkot találtunk, illetőleg a másik 5 darab tyúkból pedig 4-et feltaláltunk az egyik elkövetőnek az udvarán, többi jószágok közé rakva. Ezen a fotón pedig az újhelyi rendőrök az elsajátított pénz egy részét adják vissza jogos tulajdonosának. A férfitől február 25-én a hajnali órákban lopták el táskáját benne értékeivel. A feljelentést követően a hatóság megkezdte a nyomozást. Az azonnal fogandosított nyomozati cselekmények eredményeként látótérbe került egy személy, akinél megtartott ellenőrzés és adatgyűjtés alátámasztotta azt, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, ezért a sátor rendőrkapitányságra két nappal a bűncselekmény elkövetését követően előállításra került, ahol tőle a sértettől eltulajdonított mintegy 8000 forintból több mint 40000 forint készpénz meglett. A kihallgatás során a gyanúsított beismerte a bűncselekményt. A rendőrség a nyomozást folytatja az ügyben az eltulajdonított bankkártyák és mobiltelefonok felkutatása érdekében. Március 7-én tartja hagyományos nőnapi rendezvényét a sárospataki MSZP. Hutkainé Novák Márta azt mondta, egyre több nő tud érvényesülni a változó világban, ami örömteli mindenki számára. Ők most egy könnyed délutánra várják a hölgyeket. Idén sem feledi a nőket a sárospataki MSZP, mondta önkormányzati képviselőjük, jelezve, hogy közösségi programra várják az érdeklődőket. Március 8-a egy éven az a nap, amikor a nőkre kifejezetten gondolunk, átértékeljük a problémáikat, élethelyzetüket, és én úgy gondolom, hogy az éven is, és minden éven erre oda kell figyelni. Mi hagyományosan megrendezzük a nőnapi tejadélutánt, ahol egy kis műsorral kedveskedünk a nőknek, beszélünk a helyzetükről, és utána egy tejánál elbeszélgetünk, hogy mit várnak el. Hisz a nők helyzete mindig is nehéz volt, de mindig minden évben új kihívások vannak, új megjelenések. Tudjuk, hogy elég sokan vannak már a gazdasági életben, az intézmények élén lányok, és nagyon jól megállják a helyüket, de a gyerekek problémája, a családfenntartás, és egyáltalán a társadalmi életbe, a közéletbe való szereplésük nehéz. Én úgy gondolom, hogy erre is oda kell figyelni, és megköszönve az ő munkájukat, a jövőbeni problémájukat is fel kell vállalni. Idén nem a művelődés házában, hanem a patika közben található rendezvényközpontba várják a hölgyeket, asszonyokat március 7-én 17 órára, tette hozzá a képviselőasszony. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Kezdődnek a sátorai újhelyi járdák felújításai, 3 év alatt 30 milliót költenek rájuk. 200 éve született a költő fejedelem, 12 órás Arany János vers felolvasás Sárospatakon. Vizesednek a falak, felújításra szorul a majd 230 éves végadói templom. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaink nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Thank you.